adó művészetnek. Két ágon, egyrészt a költségvetési támogatás, más tekintetben pedig az adókedvezmény révén. A költségvetési támogatás sorsát az egyes évek költségvetési törvényeiben, az azt követő módosításokban figyelemmel kísérhetik. Ez 2010-ben már több milliárd forint volt. Az a módosítás, amely az önök első teljes év költségvetési törvényét jelentette, igen jelentős mértékben, több mint 30%-kal az előadó művészeti törvény költségvetési támogatását megkurzította. Durván egy évvel ezelőtt történt az első, valóban, ahogy önök is elmondták, részmódosítás. Annak a vitának azon részeire szeretném fölhívni a figyelmet, amely bár csekély mértékben, de a előadó művészeti törvény költségeit, szükséges költségeit a módosítás révén emelte, aztán a későbbiekben, ősszel majd télen, amikor a költségvetést beterjesztették, majd elfogadták, hát sok-sok 100 millióval csökkent az előadó művészeti törvény korábbi évhez viszonyított kerete. Ezért azt mondhatom, hogy a jelen beterjesztés és módosítás két szempontból értékelhető, az egyiket ma, illetve a mostani vitában meg tudjuk tenni, a másikat nem. Az egyik értékelési mód az szakmai, történetesen az előadó művészetek szempontjából való megközelítés, a másik az jelen pillanatban nem megejthető, mert csak a költségvetés beterjesztésénél fogjuk látni. Viszont az a szerkezet, amelyet módosításukban leírnak, bizonyos kötelezettségeket előrevetít, és erről azt gondolom, hogy itt érdemes beszélni. A módosítások egyik legfontosabb része, hogy az előadó művészeti törvényt tagoltabbá teszik, több intézményt hoznak létre, bevonnak eddig a törvény hatálya alá nem tartozó területeket. Bármely területen, nem csak a kultúrában, nem csak az előadó művészet területén, bármely területen, hogyha a tagoltság jelentkezik, ennek a szakmai súlya mellett a másik következménye az, hogy megnövekszik a költségvetési vonzása. Minden intézménynek, minden bizottságnak, a hozzátartozó területeknek meg lesz az a szempont, és meg lesz az az indok, amiért joggal egyébként költségvetési forrást várnak. Ez feszíti ezt a törvényt. Ez azt jelenti, hogyha, amint az államtitkári szavak elhangoztak, én szívesen hiszek nekik, és őszintén remélem, hogy sikerül. És szinten tartani képesek, gondolom a jelenlegi költségvetéshez képest a következő évit, akkor egy olyan szerkezettel állunk szembe, ami hogyha akár reál, egy kis optimizmussal, illetve nominál értékben, egy kis optimizmussal, reál értékben ezt a költségvetést hozza, mint amit jelenleg olvasunk, akkor egy pénzigényesebb, egy több pénzt igénylő rendszert alkotnak ezzel a módosítással, magyarul az egész szisztéma feszítettebb lesz. Ezt a bizottsági ülésem, ahogy ez néhány perccel ezelőtt elhangzott, az államtitkárság területért felelős helyettes államtitkára megerősítette, szakmai értelemben tehát egyet értett, egyet is értünk ebben. Ez azt jelenti, hogy az a fajta átcsoportosítás, amelynek van szakmai és van költségvetési vonzata, ez külön mérlegelést igényel. Az, hogy bizonyos területeket, az alternatív előadó művészeti területeket a normatív finanszírozásból kivonják, amivel én nem értek egyet, és se nem költségvetési, se nem szakmai alapon nem látom ennek egyébként a realitását. Azt, hogy ezt el kívánják érni,
az ennek a feszített rendszernek a feszítés csökkentését célozhatja. Történetesen, hogy pályázati arányt, pályázati alapot hoznak létre ezen szervezetek számára, bár arról egyelőre semmit nem hallunk, hogy a normatív finanszírozás és a majdani pályázati alap milyen arányban, milyen nem számszerűsített, de arányban, milyen meghatározott arányban áll egymással. Én ezt egy elég súlyos hiányosságnak látom, egy olyan szakmapolitikai feszítésnek, amely a törvény gyakorlati végrehajtását nagyon nehézé fogja tenni. Szeretném felhívni a figyelmüket egy másik dologra, amiben őszintén remélem, hogy meg tudják tartani azokat az eredményeket, amiket korábban elértünk. Ez az adókedvezmény, a társasági adókedvezmény, ugye, amely a törvény hatályba lépését, már a 2008-as törvény megalkotás utáni hatályba lépését illetően csonka évnek tekintett következő évbe, több mint 800 millió forintnyi társasági adó felajánlást hozott a magyar előadóművészetnek, nem arányosan, döntő többségében a színházaknak. A későbbi évben ez messze meghaladta az 1 milliárd forintot. Azt kell mondjam önöknek, hogy a mai magyar kulturális élet finanszírozási nehézségei közepette. A színházak világába ehhez képest korlátosnak mondható feszültség, kisebb feszültség azért van, azért lehet, mert az előadó művészeti törvény, illetve a társasági adókedvezmény, míg az állami támogatás csökkenésével együtt is, legalábbis a szinten tartást lehetővé tette. Ez a valóság. A sors úgy hozta, hogy egymás mellé került, egymás után került két fontos törvény, néhány perccel, órával ezelőtt a sportról szóló törvény előzte meg az előadó művészeti törvényt. Mondom önöknek, tisztelt képviselő asszonyok és képviselő urak, hogy az összes nemes cél mellett itt egy sajátos konkurencia harc fog kialakulni. A társasági adókedvezmény felajánlása, amelyet idáig az előadó művészet sajátos módon birtokolt, természetesen messze nem kétségbe vonva annak jogosságát, hogy a sportfinanszírozás hasonló módon Európai Uniós engedéllyel kiegészüljön, bizony azt fogja jelenteni, hogy az egyes társaságoknak gondolkodniuk kell, hogy a társasági adókedvezmény igénybevétele tekintetében mondjuk egy színházat vagy egy sportegyesületet válasszanak. Ez a kultúra számára nagy kihívás lesz. Itt egy sajátos olyan érdekérvényesítő erőt kell megjeleníteni, amiben igazán nem lehet azt mondani, hogy a konkuráló, a vele párhuzamosan vetélkedő társ kevésbé nemes, mert kimondhatná meg, hogy a sport vagy a művészet nemesebe szembeállítani egyébként is butaság és ostobaság. Csak a pénzért meg versenyezni fognak az egyes intézmények, és persze az egyes sportegyesületek, mint hogy az Európai Unióban minden adókedvezmény független a területtől versenytorzító tényezőként jelenik meg. Ezért azt kell mondjam, hogy a kulturális élet kormányzati szereplőinek, vezetőinek azzal szembesülni kell majd, hogy úgy tudják érvényesíteni a korábban elmondottakat, hogy a társasági adókedvezményből az előadó művészetek számára felajánlott összeg ne csökkenjen. Ez egy igen jelentős kihívás. Még akkor is nagyon jelentős kihívás, hogyha szinten tudják tartani az állami támogatás 2012-es összegét, amiről most fölösleges beszélni, csak jelzem, ahogy ezt egy évvel ezelőtt is megtettem, hogy a költségvetési vitában ezt a kultúra fejezetnél részletesen be fogjuk mutatni. Tavaly kétkedtek, emlékszem a választás utáni érthető örömükből fakadó mondataikra, amikor azt mondták, hogy persze a módosítás az több pénzt jelent, de majd a költségvetésbe megoldjuk. Hát nem sikerült.
Ezért az eddigi egy év tapasztalata olyan sok jóval nem biztat, reméljük, hogy ez idén ősszel, kora télen, a 2012-es költségvetési évnél máshogy lesz. Nem kételkedem abban sem, hogy az a cél közös, hogy az előadó művészetek, a területek mindegyike, és az egyes intézmények is kellő színvonalon kerüljenek finanszírozásra úgy, hogy azt, amit egyébként a kezdeményezők nevében a bizottsági elnök úr képviselőként elmondott, a művészeti szabadság fenntartása és biztosítása számomra egyébként nem megkérdőjelezett érték, örülök és világos beszéd volt, ahogy emellett kiálltak, tisztességes dolognak tartom. Ugyanakkor az biztos, hogy szerencsés lenne egy olyan a jelenlegi módosítást pontosító akár egyéni, akár bizottsági indítvány, amely megpróbálná a normatív finanszírozás összegét és a majdani pályázati alapot arányba állítani egymással, természetesen nem összegszerűen, hanem mondom arányba. Nem kétséges előttem, hogy az alternatív művészeti ágak egyébként vereséget fognak szenvedni, saját jelenlegi helyzetükhöz képest is, hogyha valamiféle arányosított garanciát nem kapnak arra, hogy hogyan viszonyul ez a bizonyos pályázati alap. Értem én, hogy összegszerűen nem tudják megmondani, de szándékot kifejezni arányjal lehet, megteszik. Az, hogy hány bizottság jön létre, és a bizottságoknak milyen hatásköre van, hogy a tanácsadói és a döntéshozatali mechanizmus hogyan válik el egymástól, ezt akár helyeselni is lehetne. Ez egy tisztább képet hozhat, egy mechanizmust tisztázhat, de mondom még egyszer, és én ezt erőteljes gondnak látom. Vajon meg tudják-e oldani, hogy miközben a módosításuk egésze a szándékot egyébként nem kétségbe vonva több pénzt igényel, a költségvetési forrásokból bírják erővel. Ha nem, akkor egy olyan rendszert hoznak létre, amely erősebb belső feszítést és feszültséget fog eredményezni, mint ami jelenleg van. Ezért a kettős irány, amely jelen pillanatban szakmai, néhány hónap múlva költségvetési, együtt fog jelentkezni. Ahogy most a szakmait, ott akkor a költségvetési el fogjuk mondani. Elnök úr, köszönöm szépen! Következik Mentzer Erzsébet képviselőasszony, Fidesz. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, ahogy El Simon László bizottsági elnök úr beszédében már elmondta, a 2008. decemberében elfogadott előadó művészeti törvény módosításának az volt az egyik legfontosabb indoka, hogy sem szakmai, sem fenntartói oldalról nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a szakmai szervezetek kivétel nélkül mindannyian módosítási igényt fogalmaztak meg. A törvénymódosítást benyújtó képviselőtársaim rendkívül körültekintő szakmailag magas színvonalú munkáját fémjelzi, hogy a beterjesztett módosítást széleskörű szakmai konzultáció előzte meg, és az egyeztetési folyamat során felmerült javaslatokat nagy részben beépítették a módosított szövegükbe, és figyelembe vették azokat a javaslatokat, amiket a szakmai szervezetek megfogalmaztak. Kitért már bizottsági elnök úr arra, hogy átalakul az ágazati érdekegyeztetés struktúrája. Én ebből inkább a három újonnan létrejövő előadó művészeti bizottságnak a szerepét szeretném kihangsúlyozni. Hiszem, hogy a színházművészeti, a zeneművészeti és a táncművészeti bizottságban majd oda hívott, miniszter úr által oda hívott szakmájukat magas fokon művelő színészi, zenészi vagy táncművészeti világból érkező szakemberek valóban olyan magas színvonalú űzői lesznek szakmájuknak, hogy
valóban a miniszter urat a döntés előkészítésben javaslataikkal támogatni fogják. Van egy másik fontos elem a módosításnak, amelyre már Puskás Imre képviselőtársam is kitért, hogy megszűnik a korábbi kategória rendszer, és a törvény innentől a normatív támogatásban részesülő és a pályázati úton támogatott szervezeteket elkülöníti. A pályázati forrásokból részesülő szervezetek támogatása rendeletben, majd szervezettípusonként külön meghatározandó minőségbiztosítási rendszerre fog épülni, így például a korábbi hatos kategóriába sorolt szervezetek sem maradnak majd támogatás nélkül, de pályázat útján meghatározott minőségi követelményeknek elegettéve kaphatják majd meg a megpályázott összeget. Az egyik, ha nem a legfontosabb elem a módosításnak, hogy a művészeti és a működési támogatás elkülönül egymástól, így komoly hangsúlyt kapnak majd a művészi szempontok és a működtetési szempontok, nem egymás rovására kell, hogy megvalósuljanak. Én bízom benne és hiszem, hogy a jövőben a klasszikus magyar szerzők műveinek bemutatása, a határon túli magyar kultúra ápolása, az olyan remek művek bemutatása, melynek komoly szerepe van az oktatásban résztvevő diákság nevelésében, ösztönzőnként szolgál majd egyre több társulat számára. És kitért már bizottsági elnök úr néhány újdonságra, én is szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni, melyet én is rendkívül üdvözítőnek tartok, hogy a módosításban önálló színház típusként határozzák meg az előterjesztők a Bábszínházat és a Gyermek és Ifjúsági Színházat, annak érdekében, hogy az intézmények sajátos művészeti tevékenységük szerinti szabályok és támogatási feltételek között működhessenek. És míg a törvényalkotó korábban nem vette figyelembe a cirkuszi műfajt, erről is beszélt elnök úr, mely eleve befogadó jellegű, hiszen artistákat, zenészeket és táncosokat fogad be, és az ő produkciókból állítja össze a műsorát, addig a jelenlegi módosítás hatására bővül az előadó művészeti törvény által érintett szervezet köre, és annak rendelkezései bizony kiterjednek ezentúl a cirkusz művészetre is. A magam részéről messze menőkig támogatom az előadó művészeti törvény módosítását, és arra szeretném kérni képviselőtársaimat, hogy konstruktívan vegyenek részt a törvény módosításában és annak elfogadásában. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tisztelt ház, Novák előtt képviselő úr, következik Jobbik. Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, hogy megértsék, hogy miért akarunk az előadó művészet területén is radikális változást, kérem vessünk először egy pillantást a Horthy korszak két évtizedére, és hasonlítsuk össze az elmúlt két évtizeddel, az úgynevezett legutóbbi rendszerváltás óta elmúlt két évtizeddel. Ha megnézzük azt, hogy Trianon után, az országunk megcsonkítása és a csonka ország kirablása után több százezer menekült Magyarországra való telepedése és azok ellátása után, gazdasági világválság, különböző járványok közepette, milyen óriási gazdasági növekedésnek tudott állni, talpra tudott állni a csonka ország is, és még emellett milyen kulturális virágzásnak indult az ország Klebersberg Kuno kultuszminisztersége és irányítása alatt. Azt gondolom, hogy ezek után érthető, hogy egyáltalán nem vagyunk elégedettek az elmúlt 20 év rombolásával, hiszen sokkal inkább visszalépés történt az elmúlt 20 évben, és ezért szeretnénk mi valamiféle gyökeres változásokat. Ezzel szemben látjuk azt, hogy újabb maszatolás történik egy ilyen átfogó törvényjavaslat esetében is, amit meggyőződésünk, hogy önök is a szívük mélyén látnak, ugye az Origo.hu-nak név nélkül nyilatkozó fideszes politikusok épp a napokban mondták, hogy a kormányfő nem tud érdemi változásokat felmutatni. Többen szóvá tették, hogy a kultúra területén például nem történt semmi a kormányváltás óta. Ugye mások a beígért elszámoltatást hiányolták, ugye a legolvasottabb magyarországi hírportál tudósítása szerint, mondván Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos semmilyen konkrét eredményt nem mutatott fel. Egyetlen volt szocialista vezető kezén sem kattant bilincs az elmúlt egy évben. Mondják önök névtelenül, amikor elmerik mondani a valódi véleményüket, és ha már elszámoltatásnál beszélünk, és arról, hogy a kultúra területén sem történt semmi, ugye, összekapcsolva a legszimbolikusabb példája, ugye, nem kerülhetjük meg a kérdést az előadó művészeti törvény vitájában, bizony Alföldi Robertről kell megint beszélni. Nagyon fájó, hiszen már Réthei Miklós miniszterjelölti meghallgatásán több mint egy éve
feltettem a kérdést, hogy milyen határidőt tud adni erre, hiszen meggyőződésünk szerint a Fidesz saját szavazói is elvárják, a saját programjukból is levezethető azokból az alapelvekből csak, amit olvashattunk persze, hogy le kellene váltani, és egy éve maszatol, míg nem eljutottunk oda, hogy egy ígéretet tett rá, hogy leváltja, és nagyon fájó kimondani azt, hogy egy miniszter is megteheti, hogy a képünkbe hazudik, és ezek után mégsem történt meg ez a fajta leváltás országunk legnagyobb és hazánk legnagyobb gyalázatára. Persze mit várunk akkor, amikor az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke lehet egy olyan személy, aki hát meggyőződésem szerint, vagy hát véhetően pornófilmeken szocializálódott, de legalábbis a Medgyessy kormány idején állami támogatásból adhatta ki közpénzből olyan trágár, öncélúan, obszén verses kötetet, amit művészetnek nevezni hát nagyon nehéz volna, inkább csak valami halandzsának lehet azt tekinteni. Tehát amikor ilyen személyek vannak a magyar kultúra élén, akkor mit is várhatunk természetesen Magyarországon? Nos, hát Puskás Imre, a másik előterjesztő, büszkélkedett azzal, hogy már nyújtottak be egy törvénymódosítást ugye a tavalyi évben, amit el is fogadott az országgyűlés. Hát kezdjük valóban ezzel, hogy milyen irányba mozdultunk el eddig. A tavalyi rendkívüli nyári ülésszakban egy olyan szakmailag teljesen nívótlan előterjesztést nyújtottak be, amely két területre összpontosított. Az egyiket végül, ha jól emlékszem, bizottsági módosító javaslattal az egyik felét vissza is vontuk, mert rájöttek, hogy valójában az, ami a vidéki színházakon segítene, az a szabályozás, átcsoportosítás, az a könnyítés, az végül kiderült, hogy egyetlen színházat sem érint. Az a megfogalmazás és az, amit önök benyújtottak. Bár a házszabály 97. paragrafusa szerint, ugye a második bekezdés szerint a törvényjavaslat és a módosító javaslat indoklásában meg kell jelölni az elfogadása esetén várható társadalmi és gazdasági lehetőség szerint számszerűsített becsült gazdasági hatásokat. Ennek ellenére nem, hogy ilyeneket nem nyújtottak be, vagy társadalmi vitára nem bocsátották természetesen, de odáig is eljutottak, hogy vissza kellett vonják, mert kiderült, hogy egyetlen egy színházat sem érint. Na igen, a javaslat másik fele, ez a bizonyos általában csak rasszistának nevezett javaslat érintett, ugyanivel most is büszkélkedett, hogy a kisebbségeket többlettámogatás illesse meg, csak azért, mert kisebbség. Semmilyen plusz művészeti értéket nem hordoz, de csak azért, mert mondjuk a cigányság tartja azt fönt, vagy épp, ugye hát nem véletlen, hogy az előterjesztő önképviselő úr, hiszen ha épp az ön által vezetett álláshalmozása mellett természetesen Tolna megyei közgyűlés elnökeként, ön által vezetett közgyűlés által fenntartott színházról van szó, mert kiderült, hogy a javaslat másik fele pedig egyetlen egy magyarországi színházat érint, így működik Magyarországon a személyre, vagy épp egy darab intézményre szabott törvényhozás. Kiderült, hogy egyetlen egy színházat érinti, de az sem tavaly, hanem csak idén, ha nem tudom, hogy sikerült már önkormányzati fenntartású színházból átminősítenie magát kisebbségi színházzá. Hát ugye egy kis etnobiznisz természetesen belefért önöknek. No, ez volt önöknek, és amire most ön olyan büszke volt, hogy ez volt önöknek a legfontosabb a tavalyi nyári ülésszakban, a javaslat egyik felét visszavonták, a másik fele egy színházat érintett, de az sem tavaly, csak idén, ha átminősítette magát. Na hát, ilyen kapkodások után nyújtották be ezt a javaslatot, ami én megítélésem szerint ugyanígy igenis előkészítetlen. Ugye a harmadik előterjesztő, hát őt se hagyjam ki a sorból, Németh Zoltán szerint ugye azt mondta, hogy példaértékű, ezt a bizottságban mondta, példaértékű egyeztetések itt is sorra minden képviselőtársa persze ezt megismételte, folytak le különböző szakmai szervezetekkel. No, hát kérem szépen, ez nem egy példaértékű előterjesztés, ugyanis van egy jogalkotási törvény, amely előírná, hogy hogyan kellene ilyen átfogó szabályozásokat az országgyűlés elé beterjeszteni, természetesen kormány előterjesztésként. Önök, hogy kiátszák és ne vonatkozzanak önökre ezek a törvényi előírások, ezért ezzel a nem éppen példaértékű kiskapuval élve egyéni képviselő indítványként hozzák be azt, ami az egész országot átfogóan érint, és normális esetben kormányzati előterjesztésként kellene, hogy itt legyen a jogalkotási törvény szabályait betartva. Persze önök ezt nem kívánják betartani, így játsszák ezt ki, de semmiképp sem tartom példaértékűnek, különösen azok után nem, hogy ezeknek a jegyzőkönyveit önök nem voltak hajlandók nyilvánosságra hozni. Ugye azzal érvelt a bizottság elnöke is, ugye, hogy hát ezek az önök pártjának megbeszélései, mi se hozzuk nyilvánosságra, ha valamelyik szakértőnkkel mit beszélünk meg. De hát nem egészen így van, hiszen országvilág látja, hogy az ilyen átfogó törvényjavaslatokat is, amit az egész kormányoldal támogat, valójában fideszes képviselői önálló indítványként nyújtják be. Tehát önök mégiscsak úgy tárgyalnak a szakmai szervezetekkel, mint a kormány képviselői, ami azt gondolom, hogy a hatalmi ágak szétválasztásának elvét is sértik, és nagyon rossz, hogy ilyen
pártoknak a lekenyerezetjeivé teszik tulajdonképpen a szakmai szervezeteket, és rá kényszerítik a szakmai szervezeteket, a független szakmai szervezeteket, hogy rendszeresen megalázkodva akár Fidesz irodában tárgyaljanak, nem pedig kormányzati szervekkel. Tehát ezzel semmiképp sem tudunk természetesen azonosulni. Nos, a hatályos törvénnyel szemben ez az új törvényjavaslat különösen magas piedesztára emeli a művészi szabadság kérdését. Erről már beszéltem a kisebbségi vélemény keretében, ami számunkra a legfájóbb ebben az egész javaslatban. Főként az igazgatók visszahívhatóságát illetően, ugye ismét gondolhatunk Alföldi Róbertre. Persze, ha a szándék nincs meg önökben, hogy az ilyen gyalázatoknak véget vessenek, akkor mindegy is a szabályozás, de gondoljunk arra, hogy véget ér egyszer ez a narancsuralom, eljön egy radikális változás, és a jelenlegi nemzeti ellenzék végre leválthatná ezeket az igazgatókat. Nos, önök a jelenlegi javaslatuk alapján a fenntartók gyakorlatilag visszavonhatatlan bianco csekket kell, hogy kiállítsanak az igazgatói mandátum teljes időtartamára. Tehát ezt a fajta művészi szabadságnak a korlátlan, szélsőséges értelmezését mindenképpen visszautasítjuk. Jelen törvénymódosítás a szakmai művészeti érvek mögé bújva a közpénzek átláthatatlan és ellenőrizhetetlen szétosztásának lehetőségét és különböző lehetőségeit teremti meg. Az új színházművészeti törvény nem határoz meg morális, etikai kódexet sem, valamint olyan egységes gazdasági szerkezetet, amely szabályozhatná az adott produkciók létrehozásának költségeit, határait. Gondoljunk csak akár a drogbűnöző Stól András havi 2 milliós jövedelmére, amely kapcsán ugye most panaszkodik, hogy a várható börtönbüntetése kapcsán ettől fog ugye elesni. Vagy akár az aféle művészeti álláshalmozásra, mert nem csak politikusi álláshalmozás van itt, tisztelt kormánypárti képviselők, ugye, hanem az egész országra, ugye, ha ezt a normát vetítik ki, akkor ne csodálkozunk, hogy a művészetek terén is teljesen általános az, amikor egy kinevezett igazgató a saját munkahelyén eltöltött munkaideje helyett más színházakban rendeznek például, persze plusz pénzért. A kormánypárti javaslat, ami előttünk fekszik, szinte elbagatelizálja a közönség, a néző normális esetben meghatározó szerepét. Az új törvény továbbra sem határozza meg, és nem preferálja, hogy az adott területen működő színháznak igenis a saját közönségének művészi ellátása a célja, nem pedig különböző fesztiválakon való, általában öncélú részvétel, egymás válveregetésével kölcsönösen juttatott díjak megszerzése, amelyet a liberális értelmiség folytat maga között. Sokszor a helyi közönség által elutasított, bukott, vagy akár harmadházak előtt játszott előadásokat a fenntartók előtt azzal védenek meg, hogy művészileg előtte járnak saját közönségüknek, és lám csak lám, hozzáértő körökben milyen díjazott produkciókat hoznak pedig létre. Ugye Alföldi Róbert esetében persze rendszerint azzal érvel, hogy hát teltházak előtt játszik, persze ilyen botrányos bulvár darabokat nem nehéz akár teltházak előtt is bemutatni, különösen egy olyan kisméretű, talán 619 fős színház esetében, mint a Nemzeti Színház, tehát ez a minimum, hogy teltház előtt játszol nyilvánvalóan egy ilyen kis befogadóképességű, relatíve kis befogadóképességű Nemzeti Színház. Ebben a törvényjavaslatban szó sem esik arról a különbségről, ami egy nagy befogadóképességű sikerdarabokat játszó színházépület, például Madár Színház, Víg Színház vagy Operett Színház bevételi lehetőségei, és a kamara vagy kisebb befogadóképességű színházak, művészszínházak adottságai között húzódik. A részletes vitában nyilvánvalóan elmerülhetünk majd néhány szakmai részletkérdésben, de általánosságban megállapítható, hogy a színházi szakmában dolgozó személyekben egy nagyon nagy megfelelési kényszer alakult ki egy szűk liberális klikkel szemben. Ennek áttörését a törvény nemhogy nem segíti, hanem egyenesen lehetetlenné teszi. A Jobbik szerint az új előadó művészeti törvény nem szolgálja az ország megújulását, elfogadása esetén a színházi rendszerváltás, a színházi nevelés fülkeforradalma sajnos elmarad. Ceterum censeo, Alföldi Róbertet le kell váltani. Köszönöm figyelmüket néhányuknak. Elsimon úr visszavonta a 2 percesét. Én magam is össze kellett, hogy nézzek önökkel, hogy van-e az a pillanat, amikor arra kérjem képviselőt, hogy a személyeskedést azt tekintsük a
mostani esti vitának nem tárgyaként, de aztán láttam el Simon urat, hogy jelezte, hogy ez egy normál Novák hozzászóláshoz képest teljesen finom volt, úgyhogy nem tartottam szükségesnek, hogy beleszóljak. Megadom a szót Karácsony Gergely képviselő úrnak.